Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Varga Szintia vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Foglalkoztatási paktum. December végén zárul a projekt. Babits bál. Első alkalommal rendezték meg az eseményt. Szallagtűző. Három osztályt búcsúztattak Tolnán. Hálaadó Isten tisztelet. A templom felújítását ünnepelték a kölesdi reformátusok. 2023. decemberében befejeződik a Tolna vármegyei Foglalkoztatási Paktum nevű projekt. Ennek záró rendezvényét tartották ma délelőtt Szekszárdon a vármegyeházán. A foglalkoztatási paktumban stratégiai célként Tolna vármegye gazdaságának fellendítését, foglalkoztatási szintjének és a lakosság életszínvonalának emelését határozták meg. A 2016. márciusában benyújtott sikeres pályázaton elnyert összeg több mint 1,5 milliárd forint volt. A kiemelt projektben 1365 fő hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív személy munkaerőpiaci integrációja valósult meg. Piacképes modern szaktudás nélkül a vármegye gazdasága nem tud fejlődni, emelte ki Varga Stadler Gábor, a Tolnáért Tolna vármegyei térségfejlesztési NKKFT ügyvezetője. A másik oldal ugye a vállalkozások, mint a másik legfontosabb munkaerőpiaci szereplők. Az ővelük való kapcsolattartás meg a mi feladatunk volt, tehát a Tolnamegyei Térségfejlesztési NKFT. Hát nyilván az induláskor mindenki meglepődött, egy teljesen új felállás volt, hogy egy ilyen szintű projekten belül konkrét megkeresés és kapcsolattartást jött létre, és ezt fórumok keretében csináltunk évente többször járásunként. A meghívottak közül Némedi Ágnes, a Tolna vármegyei kormányhivatal foglalkoztatási, munkaügyi és munkavédelmi főosztály vezetője elmondta, hogy kik és milyen támogatásokat kaphattak ebben a programban. Beszélt arról, hogy vállalkozóvá válási támogatást nyújtottak, béreket fizettek, de volt olyan is, akinek csak egy önéletrajz megírásában kellett segíteniük a szakembereknek. Tolna vármegyében 1365-en tudtak részesülni ebből a támogatásból, aminek nagy része ugye bérköltségtámogatás volt, tehát a bérüket fizettük ki, viszont voltak olyan álláskeresők is, akik csak szolgáltatásban részesültek, és a csakot ilyenkor nem rossz értelemben mondom, mert azt gondolom, hogy vannak olyan szakképzett álláskeresők, akiknek pusztán a szakmai támogatásunkra van szüksége, akár abban, hogy hogyan kell önéletrajzot írni, abban, hogy hogyan kell munkahelyet találni. Ebben a kollégáink, hogyha segítik őket, akkor pont olyan szerencsések, mint azok, akik bérköltségtámogatásban részesültek. Fehérvári Tamás, a konzorcium vezetője elmondta, a program legnagyobb eredménye a résztvevők magas létszáma. Amikor nekiláttunk ennek a munkaerőpiaci programnak, akkor annó még a munka nélküliség jóval magasabb volt, mint jelen állás szerint, és akkor is azért attól tartottunk, hogy nem sikerül majd bevonni annyi embert, mint amennyi lehetőséget ennek a programnak a finanszírozása biztosított volna számunkra. Viszont jól dolgoztak a települések, jól dolgoztak a szervezők, jól dolgozott a mi kis csapatunk, úgyhogy nagyon sikeres volt az előző, tehát a programunknak a lebonyolítása. Néhány hónapon belül indulnak az újabb foglalkoztatási projektek, melyek az 55 év felettieknek, Gyedről, Gyesről visszatérő anyáknak kívánnak segítséget nyújtani, valamint továbbra is célcsoportba tartozik az inaktív réteg. Első alkalommal rendezték meg Szekszárdon a Babits bált. Az eseményt a Kulturális Központ szervezte az intézmény támogatóinak, együttműködő partnereinek. A rendezvényből a jövőben hagyományt szeretnének teremteni a szervezők. A Babits Mihály Kulturális Központ bált rendezett Szekszárdon. Az intézmény meghívását számos vállalkozás és az önkormányzat is elfogadta, mondta Berlinger Attila,
a Kulturális Központ igazgatója. Több mint 160 vendég várható a ma esti eseményen, és azt gondolom egy kiváló hangulatban egy picit összegezhetjük az idei évet, akár a városi rendezvényeket, az általunk elvégzett munkát, és hát ahogy említettem, a köszönet nyilvánítás pillanata is ez. Kiváló báli hangulat várja az érkezőket, báli zenekarral, bál zongoristával, meglepetés vendégként Bétót László retro pop tarisznya műsorral is érkezik. Szabó Sándor, a Ferropatent ZRT tulajdonosa elmondta, egy ilyen esemény hasznos lehet az együttműködő partnerek és a közösség számára. Hogyha ezt támogatja, és ugye személy szerint is emberekkel, barátokkal, akkor igazából sokkal jobban előre jutunk, és a igazgatóra beszélgettünk. Ugye a múlt héten is mondom, hogy én javasolnám, hogy negyed évente kellene egy ilyen valamilyen összefogási bálakat csinálni, aki jobban összejövünk egymással, és sokkal jobban előre haladunk. Minden szempontból, nem csak gazdaságilag, politikai szempontból, és emberi szempontból, főleg ez a fontos, mert az egy kicsit szerintem hiányzik belőlünk. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere is köszöntőt mondott az estén. Beszédében kiemelte azokat a fejlesztéseket, amelyek idén készültek a településen. Néhány hónap alatt újjáépítettük szinte teljes belvárost, ha korábban nem, de idefele talán láthatták. Csak a városi legendákkal való leszámolás kedvéért mondom el itt is, hogy 2 hektárnyi területen szedtük fel a régi burkolatokat, és 15.000 négyzetméteren építettünk újakat, tehát a zöld felület nagysága a belvárosban 0,5 hektárral nőtt. A bál megrendezésének időpontja nem volt véletlen. Az idén november végén ünneplik a település híres költőjének, Babits Mihálynak 140. évfordulóját. Az eseményen fellépett a Bartina Néptánc Egyesület és Bétót László, zenei szerkesztő, producer, műsorvezető is. A Kulturális Központ célja hagyományt teremteni a rendezvényből. Fónad János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára október 18-án nyújtotta be önálló képviselői indítványát annak érdekében, hogy az Országgyűlés és a Vállalkozók és a Vállalkozások közösségépítő és nemzetgazdaságot erősítő tevékenységének elismeréseként minden év december első péntekét a Magyar Vállalkozók napjává nyilvánítsa. A határozatot az Országgyűlés nagy többséggel, 170 igen szavazattal fogadta el, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, jelentette be közleményében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium. Fónad János kiemelte, a vállalkozások adják a magyar gazdaság gerincét és tartó pillérét, ők biztosítják több millió család egzisztenciáját, ráadásul az elmúlt évtizedben látott példanélküli fejlődés, az 1 millió új munkahely létrehozása, a keresetek 3-szorosára növelése, valamint a regisztrált álláskeresők számának történelmi mélypontra szorítása nélkülük nem valósulhatott volna meg. Szallagtűző bált tartott a katolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. A középiskolákban már hagyományá vált évvégi ünnepségen ezúttal 3 ballagó osztály mutatta be táncait. A diákok bécsi és angol keringővel készültek. A végzős 12. osztályos diákok szalagtűző bálját tartották Tolnán a Szent István Katolikus Gimnáziumban. Pálinkás Gábor, az intézet igazgatója, egy amerikai indián történetein keresztül szólt a végzős diákokhoz. Beszédében a felnőtté válás nehézségeit is kiemelte. Aztán rájött, hogy a félelem nem mindig rossz. Van, amikor erőt adhat kijutni a veremből. Ha jobban belegondoltok, hányszor éreztétek ti is a verem alján magatokat, mert nem értettétek, mit akar tőletek a világ, hogy is kéne felnőni. A stressz része életünknek, de nem csak negatív stressz létezik, ami megbetegít. Az A osztály bécsi keringőt adott elő. A gyakorlás szeptemberben kezdődött, heti 1 dupla óra keretében, az utolsó 2 hétben pedig a testnevelés órák is próbákká alakultak. A közösség az évek során összekovácsolódott, mondta Kis Barbara.
Nagyon fáj ez a mai nap, hogy ez az első búcsunk egymástól, vagy az első lépése annak, mert nagyon jó osztály lettünk, hát nagyon jó tanáraink is vannak, úgyhogy minden órán készítenek minket az érettségire, minden feladatot átnézünk, ahányszor kell, úgyhogy ebben elég nagy szerencsénk van, és elég jó programokat szerveztünk ki az osztályon, nem csak osztály kirándulás, hanem egyébként is néha összejárunk, úgyhogy ennek nagyon örök, hogy ilyen jó osztályom van. A 12. B-osztályosok angol keringővel készültek az eseményre. A táncpróbákat élvezte az osztály, mondta Halász Máté. Az elején még volt egy kis nehézség, bár azt is gyorsan túlszárnyaltuk, és nagyon jó voltak a párok is, nagyon jó volt a tanárunk is, az minden felülmúlt, úgyhogy én nagyon örültem neki. A próbák egy kicsit nehezen mentek az elején a sok óránk miatt, de hát megoldottuk, úgyhogy örültünk neki, hogy így kijöttek a lépések. Vig Vivien, a C-osztály tanulója szerint a programok és a tanárok az itt eltöltött évek legnagyobb pozitívumai. Iskolai, akár versenyek, akár testneveléssel kapcsolatos programok, úgy gondolom, hogy az iskolánknak nagyon színes körű a tehetséggondozása is, illetve a tanárok segítségével úgy gondolom, hogy elég jól fel fogunk tudni készülni az érettségi vizsgáinkra. A jövő évi érettségire készen állnak a diákok, mondta Herczig Gábor, a 12. A osztályfőnöke. Pozitív lesz az érettségi nagyon, mert céltudatosan készülnek, és annyival megkönnyítették a helyzetüket, hogy nagyon sokaknak van már nyelvekből előrehozott érettségie, és most már a 12. évfolyamban arra koncentrálnak, ami őket érdeklik meg, amivel tovább szeretnének tanulni. A vizsgára májusban és júniusban kerül sor. Ismét felújították a kölesdi református templomot. Ezúttal a talapzatnál végeztek munkálatokat, hogy a víztől megvédjék az épületet. 10 évvel ezelőtt a kölesdi református templom tetőszerkezetét sikerült felújítani, ezáltal megszüntették felülről a beázást. Bő egy évtized múlva az épület talapzatát is megcsinálták, így már alulról sem vizesedik az épület. Háladó Isten tisztelet keretén belül ünnepelték a kölesdi reformátusok templomuk megújulását. Az igét Balogh Zoltán, a Dunamelléki Egyházkerület püspöke hirdette. Egy felújított templom az esztétikai élmény, és hogyha bemegyünk és együtt éneklünk, akkor az lelki élmény, és hogyha hallunk egy olyan szentbeszédet, egy olyan igehirdetést, ami megszólítja az egész életünket, a lelkünket, az meg egy szellemi élmény és egy szellemi találkozás ahhoz, hogy a test, lélek, szellem igazán együtt tudjon lenni az embernek az életébe, ahhoz templomokra van szükség, amíg templomok épülnek egy országban, addig van jövő. Görgei Géza a református lelkész szerint még van bőven feladat a templom megújítása érdekében. A belső lábazatcsere és a padoknak a leszűkítése, hogy lélegeztetés kerüljön, legyen egy kis nem csak levegő, hanem belül is legyen kavicságy a jó kiszáradáshoz. Igen, még nagyon sok forrásra lenne szükség. Görgei Géza elmondta, hogy az orgona is jelentős javításra szorul, mivel jelenleg meglehetősen hamiskásan szól. Regionális híreink következnek. Műtétek és fogászati beavatkozások. Szimulációs központot adtak át a Pécsi Egyetemen. Fenyőfák megkezdték a kitermelést vármegye szerte. Luxus élet a számlagyárosoknál. A NAV nyomozók vetettek véget az illegális üzletnek. Átadták az egyetem kibővített szimulációs központját a Pécsi Orvostudományi Karon hétfőn. A régi főépület 4. emeletén 280 négyzetméteren működött 2015 óta az eredeti oktatási részleg. Ez év novemberében záruló projekt eredményeként a nevében is megújult Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ hasznos alapterülete több mint 6-szorosára, 1700 négyzetméterre bővült, teret adva a Pécsi Fogorvosképzés oktatási részlegének is. A beruházás bruttó összértéke meghaladja a 2 milliárd forintot. A fogfúrást mutatja meg az oktató ennek a német hallgatónak a Pécsi Egyetem új szimulációs központjában. Itt bábukon gyakorolhatnak a medikusok olyan szakmai fogásokat, amiket
itt elsajátítva, később a gyakorlatban élő embereken biztosabb kézzel végezhetnek majd el. Az orvosi készséget tárházán találjuk itt meg a legmodernebb kivitelben. És ugye kérdezte, hogy a hallgatóknak ez jó, természetesen a graduális képzésben nálunk lévő egyetemi hallgatóknak ez kiváló, de ezen túlmenően a szakképzésben is részt veszünk, tehát olyan kurzusaink vannak, ami kifejezetten már vagy a szakképzésben résztvevőknek, vagy szakorvosoknak szólnak, illetve civil megrendelésre, amit ilyen értelemben, olyan értelemben veszek civilnek, hogy egyetemen kívüli is nagyon sok munkát végeznek a kollégák, például a rendőrség állományának a képzése is a portfólióba tartozik. A fogászati, a szájsebészeti, illetve a sebészet minden ágát érintő beavatkozások mind szimulálhatók a központban. Az összes manuális szakmának az igényeit kielégíti a központ, és hogyha bontani akarom, akkor azt tudom mondani, hogy külön létrejött egy olyan tér, körülbelül 250 négyzetméter, ahol a fogorvos képzésnek a céljait szolgálják az ott telepített bábuk, illetve a különböző eszközök. Az összes többi, még egyszer mondom, a sebészeti szakmák legkülönbözőbb bálfajait a műtéttani alapismeretektől egészen a robotsebészetig képzési lehetőségeket biztosítanak. A nemzeti színűszalag átvágásával hivatalosan is megkezdte működését a központ. Az ünnepélyes átadón a felsőoktatási államtitkár azt mondta, a magyar orvosképzés piacképes. Ezt látni abból is, hogy sok külföldi diák tanul nálunk ezen a területen. Erősek vagyunk a rangsorokban, ami azért fontos, mert ez oktatási kiválóság jobb a diákjainknak, azért, mert ez kutatási kiválóság, így megy előre a magyar egészségipar, így megy előre a magyar egészségtudomány, és minden mellett vonzó képesek vagyunk a külföldi előtérben. És ez nem másnak köszönhető, mint sem, hogy az orvos egészségtudományi képzésünkbe, lehet fura lesz, amit mondok, a gyár be van építve az egyetemben. Azaz, itt van a klinika, itt van a gyakorlat, olyan elméleti tudás, translációs tudás és gyakorlati tudásra tehettek szert a fiatalok, amely egyedülálló a világon. Ehhez jönnek még az ilyen képzési lehetőségek, mint amit az 1700 négyzetméteresre bővített szimulációs központ jelent. Korábban egy 280 négyzetméteres egység látta el ezt a feladatot. Ezt modernizálták és bővítették a mai igényeknek megfelelően. Ehhez 2 milliárd forintos pályázati forrást használta fel a pécsi orvoskaron. Megkezdték a fenyőfák kitermelését Somogy vármegyében. Nem csak a hazai, hanem a külföldi felvásárlók is viszik a fákat. Főként Olaszországba, Romániába, Szlovákiába és Ukrajnába. A legnépszerűbb továbbra is a lucfenyő, de nő a kereslet a Norman után is. Idén a tavalyihoz képest 15-20%-kal drágában kínálják majd a fenyőket. Lassan egy hete elkezdődött a munka itt Csurgó környékén, hiszen egy hónap múlva itt a karácsony, és a szakemberek már azon dolgoznak, hogy minden otthonba jusson fenyőfa, és arról pedig, hogy hogyan alakul az eddigi fa kitermelés, erről kérdezem Szabó István társtulajdonost. Jó napot kívánok! Ugye egy hete kezdődtek a munkák? Hát a vágás az körülbelül egy hete, a más munkát az már jóval korábban kezdődtek. Például a jelölés az augusztus-szeptemberben kezdődik, és még most sincs teljesen kész. Hogyan alakult egyébként az év az időjárás tekintetében, illetve a kártevők tekintetében? Hát a kártevők azok évről évre egyre jelentősebbek, főleg a rovarkártevők azok elég nagy problémát okoznak, illetve a gomba a másik probléma, úgyhogy rendszeresen kell növényvédelmet alkalmazni a fenyőknél. Tavasszal, illetve nyáron elég sok csapadék volt, az jót tette fenyőnek. Augusztus-szeptemberben volt egy szárazabb időszak, de szerencsére most ősszel újra van csapadék, úgyhogy ez a fenyőknek jót tesz. Említette a jelölést, amit már augusztus-szeptemberben megtörtént. Ez mit jelent pontosan? Mit jelent a jelölés? A jelölés azt jelenti, hogy a fákat, az ültetvényeket végigjárjuk, és a fákat kijelöljük, még lábon állva osztályozzuk őket minőség, méret, magasság és típus szerint. Van egy statisztika, nyilvántartás, milyen darabból, méretből, minőségből hány darab van, utána az értékesítést ez alapján tudjuk végezni. Ugye önök többféle fenyőfát is kitermelnek ilyenkor, melyek a legkedveltebbek? Hát egyre kedveltebb a Norman, évről évre növekszik az eladott mennyiség.
de azért a lucfenyő és az ezüstfenyő is kedvelt, illetve a minőségük egyre magasabb ezeknek a fáknak. Egy 25-30 évvel ezelőtt még nem nagyon ismerték a fenyőknek a metszését, nem volt kultúrája, azóta eléggé megnövekedett ennek a fenyőnek a termesztési, megváltozott egy kicsit a termesztési minősége. Most már a fenyőket metszük, formára alakítjuk, vágjuk, illetve a tápanyagellátás miatt egyre jobb minőségűek a fák. Miért lehet az, hogy a Nordman mondjuk annyira kedvelt? Hát a Nordman nyilván, hogy egy kicsit a szállítás, meg a piac is megváltozott. 30 évvel ezelőtt nem is nagyon hallottunk még a dán Nordmanról. Ma már a csemeték is Dániából, Ausztriából érkeznek főleg, vagy akár Lengyelországból. Tehát a minőségük is más lesz, megbízható forrásból származnak. Azon kívül a Nordman az a legidőjárás állóbb is, illetve most a lakás hőmérsékletére gondolva is a legidőjárás állóbb. A meleget nagyon jól bírja, nem hullik le a lombja. Ha le is hullik, széles levelek vannak, könnyen takarítható, nagyon gyönyörű, sötétzöld levelei vannak, számtalan dolog miatt a Normandot kedvelik egyre inkább az emberek legjobban. Milyen országokba szállítanak, és hogyan alakul az idei fenyőfák ára? Szállítunk, nyilván elsősorban a hazai piacra termelünk, de Olaszországba, oda főleg gyökeres fenyőt, Horvátországba szállítunk, illetve Romániába, Erdélybe évek óta. Most megjelentek a piacon ukránok, nyilván a helyzet miatt is lehet ott nehezebb fához jutni, Moldávia, tehát a kelet irányba is vannak, így van. Az árak, hát azt gondolom, hogy 15-20%-kal magasabb lesz az idei ára tavalyihoz képest. Mind a termelési költségek, mind a nyersanyag árak növekednek, úgyhogy ez emelkedni fog várhatóan. Szabó Istvánnak nagyon szépen köszönöm, a munka tehát folyamatosan zajlik itt Csurgón és annak környékén, és néhány hét múlva már a piacokon is megtaláljuk majd azokat a fákat, amelyeket itt Csurgó környékén kitermelnek a szakemberek. Különleges autók, nagy mennyiségű készpénz, minden kényelemmel felszerelt ingatlan. Ezeket biztosította működtetőinek az a számlagyár, aminek a felszámolását mozzárták le a dél-dunántúli pénzügyi nyomozók. A gyanúsítottak közül többen a rácsok mögött várják a tárgyalást. A jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és egyéb bűncselekmények sokéves börtönbüntetést jelenthetnek a gyanúsítottaknak. Minden luxussal felszerelt ingatlan készpénz a házban és még a nagy értékű gépjármű csomagtartójában is. Ezt találták a dél-dunántúli pénzügyi nyomozók egy számlagyár felszámolásakor a gyanúsítottaknál. Ezzel a pénzügyőri akcióval érintett bűnszervezet számlagyárként működött, és az elkövetők működésük keretében 2021 nyarától összesen 472 millió forint vagyoni hátrányt okoztak a központi költségvetésnek. A bűnszervezet végleges felszámolására szervezett akciójában a NAV dél-dunántúli bűnügyi igazgatóságának pénzügyi nyomozói jelentős értékű ingatlanok, luxusjárművek és hatalmas mennyiségű készpénz lefoglalásával, illetve záralávételével közel 1,2 milliárd forint összegű vagyont biztosítottak. 17 ingatlant és 8 gépkocsit foglaltak le a nyomozók. Továbbá 500 millió forintot, részben valutában foglaltak le, készpénzben, illetve zároltak céges számlákat. Jól jelzi a számlagyár jövedelmezőségét, hogy különleges autókhoz jutottak hozzá az illegális keresetükből a gyanúsítottak. Hogy ennek a 8 darab gépkocsinak az előzetes számítások szerinti értéke közel 323 millió forintra rúg, ami azt gondolom, hogy jól mutatja, hogy milyen fényűző életet éltek ezek a bűnöző személyek. Két gépkocsi között egy Lamborghini Urust és egy abszolút limitált szériás Ferrarit is találtunk az egyik elkövető garázsában. Ez utóbbiból az egész világon összesen 20 darab készült. A Ferrari csomagtartója is érdekességet tartalmazott, abban egy bevásárló szatyorban felhalmozva kicsivel több mint 1,1 millió forint eurót is találtak. A bűncselekmény sorozat megszakított
kialakítására és a bűnszervezet felszámolására szervezett akcióban egyszerre 30 helyszínen mintegy 100 pénzügyőr nyomozó és járőr csapott le. Néhány helyszínen a nagy volumenű adatmentésekhez szükséges IT-specialisták is dolgoztak. A NAV Merkur bevetési egységének köszönhetően az egyik kiemelt helyszínen pótolhatatlan bizonyítási eszközöket találtak. A begyűjtött bizonyítékok alapján a gyanúsítottak kihallgatása is megtörtént. 8 gyanúsított kihallgatására is sor került az akció folyamán, az ő személyeik közül a Pécsi járásbíróság 3 gyanúsított vonatkozásában elrendelte a letartóztatást is. A nyomozás jelenlegi állásáról még annyit el tudnék mondani, hogy valószínűleg a nyomozóhatóság akár már rövid időn belül be is fejezheti ezt a nyomozati szakaszt, és amennyiben beigazolódik az elkövetők bűnössége, úgy a szervezet irányítói az eljárás lezárásakor akár 20 év börtönbüntetésre, vagy fegyházbüntetésre is számíthatnak. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás, hamis magánokirat felhasználása és intellektuális közokirat hamisítás bűncselekmények elkövetése lehet a vád. Bár a dél-dunántúli pénzügyi nyomozók dolgoztak az ügyön, nem baranyai elkövetőkről van szó, tudtuk meg a sajtóreferenstől. Azt nem árulta el, hogy pontosan milyen gazdasági területen működött a számlagyár, csak annyit, hogy szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyleteket érintett. Végül mutatjuk Tolna vármegye legfontosabb híreit még egyszer, röviden. Foglalkoztatási paktum. December végén zárul a projekt. Babics bál. Első alkalommal rendezték meg az eseményt. Szallagtűző. 3 osztályt búcsúztattak Tolnán. Hálaadó Isten tisztelet. A templom felújítását ünnepelték a kölesdi reformátusok. Szerdán hideg front érkezik térségünkbe. Hatására a nyugati ország részben felerősödő szél várható, míg a középső ország részben mérsékelt marad a légmozgás. Délelőtt észak felől egyre nagyobb terület fölött felszakadozik, majd lecsökken a felhőzet. A déli órákra az ország túlnyomó részén már naposra fordul az idő. A széllel hidegebb, szárazabb levegő áramlik be a Kárpát-medencébe, így említést érdemlő mennyiségű csapadék előreláthatólag már nem hullik. Elvétve lehetnek gyenge záporok, melyre a déli határszélen, illetve a Duna környezetében van némi esély. Éjszaka fátyolfelhős lesz az ég, és mérséklődik a szél. Az ország legnagyobb részén fagypont alá csökken a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemreméltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!